Sziasztok, ez itt újra a Silent Hill. Üdvözlök mindenkit ezzel a megnyugtató muzsika szóval. És az előző résznél ott hagytuk abba, hogy felkutattuk az Alchemilla kórházat. Találtunk ott néhány furcsa dolgot, de az egész affér igazából azzal ért véget, hogy Dália adott nekünk egy kulcsot, mégpedig ehhez a régiségüzlethez. A zöld oroszlán. Talán látni itt a cégéren, ahogy az oroszlán falja fel a napot. Illetve, hogyha közelebbről megnézzük ezt a kulcsot, akkor ezen is az látható. És hogyha nem feledkezem meg erről, akkor szerintem netről leszedek egy magasabb felbontású ábrázolást, és azt most itt bevágom. Ez ugyanis egy elterjedt alkímiai szimbólum volt. A zöld oroszlán maga az egy vegyületet szimbolizál, valami szulfátot, ami zöldes színű és képes arra, hogy az aranyat is oldja és kinyerhetővé tegye sima fémekből. A nap pedig szimbolizálhatja az aranyat, és ennek az egész ikonográfiának többféle olvasata is van. Nem csak alkímiai, most nem megyek bele ezekbe, de a lényeg, hogy ez a zöld oroszlán és a nap, ez hasonló a bölcsek kövéhez. Ugye egyrészt azért, mert az arany kinyeréséről szól, de más vonzata is van. Ugyanis az arany kinyerésével való próbálkozást, azt nagyon szorosan hozzáfűzik az örök élet felkutatásához. Szóval ugyanúgy, ahogy a bölcsek köve, ez is lehet annak a szimbóluma. Hogyha részletesebben akartok ennek utána olvasni, akkor megtehetitek. Főleg angolul, magyarul nem túl sok dolgot találtam. De érdekes, hogy ez ugye nem az első alkímiai utalása a játékban. Miért akarta vajon Dália, hogy ide jöjjünk? Elég sötét van. Egy óra, semmi különös. Egy mentési pont, itt volt rögtön. Igazából lejöhettem volna ide, és menthettem volna egyet, úgy jobb lett volna befejezni az előző epizódot, de annyira éreztem, hogy le van fáradva az agyam, hogy inkább azt mondtam, hogy oké, egy kicsit most pihennem kell. Na, eléggé rumlis ez a hely. Ide van pakolva a szoba egyik felére az összes áru. Hát nem túl különös, néhány szék, egy-két lámpa. Talán ez itt egy zenedoboz, valami aranyserleg, ami nagy valószínűséggel nem arany. Miért kellett ide jönnünk? Ó, hát megint egy szekrény. Alatta a padlón karcolás nyomok ugyanúgy, mint a kórházban, hát megvan, hogy miért jöttünk ide. Természetesen eltoljuk. What's this? Harry! Sybil? I'm glad you're okay. I shouldn't have left you. Things are worse than I thought. It's nuts. What are you doing here? I thought you left town. I saw you go in here, so I followed you. I couldn't get out. All the roads out of town are blocked. Cars have completely stopped running. The phones and radios are still out, too. What about my daughter? Did you see her? I did see a girl. Was it Cheryl?
I only caught a glimpse of her through the fog. I went after her, but she vanished. I don't know about your daughter, but... And you just let her go? Where was it? On Bachman Road. She was heading towards the lake. Now don't get excited. It wasn't like she ran off, exactly. There was no place for her to go. The road has been obliterated. What? So then Cheryl... It was like she was walking on thin air. What about you? Anything? Yeah, I met this bizarre woman. Her name's Dahlia Gillespie. Do you know her? Dahlia Gillespie? No. And? She said something about the town being devoured by darkness. Gibberish like that. Any idea what it means? Darkness devouring the town? Must be on drugs. They sell them to the tourists. The force still can't figure out who's behind it. None of our leads have panned out, and the investigation is stalled. What could drug trafficking have to do with all this? I really don't know. But maybe that's the darkness she was talking about. That's all I can think of. What's this? Just discovered it. Maybe there's something back there. Let's have a look. Wait. We don't know what's back there. I'd better check it out first. I'm a cop. I should go. No, I'm going. All right. I'll cover you from here. Be careful. If anything looks fishy, get back here on the double. Okay. Sybil? Yeah? Do you know anything about... Well, like some other world? It's like some kind of bad dream. What are you talking about? I'm not quite sure. I try to make sense of it, but then my mind goes blank. Everything's dark there, and I hear sirens in the distance. I met this nurse, Lisa. It's like I was there, but not really. It's all a blur, like some kind of hallucination, you know? I have no idea what you're talking about, Harry. Oh. I was just wondering. Never mind. Harry, you're tired. Yeah, maybe. No, jó újra találkozni Sibyllel. Rég láttuk már. Ugyanolyan előzékeny, mint mindig. Pár dologra rájöhetünk ebből a jelenetből. Egyrészt, hogy ő nem igazán ugyanazokat a dolgokat éli át a városban, mint mi. Részben megegyeznek a tapasztalataink, ő is ugyanúgy látja, hogy a város teljesen el van vágva most már a külvilágtól, ugyanolyan romos. Viszont ő nem érzékeli azokat a rémálmokat, amiket mi. Illetve talán látta Sherylt, aki a leomlott Bachman utcán tovább haladt. Az is egy olyan szakadék, és egyszerűen csak a levegőben tovább gyalogolt, vagy futott, azt nem tudom így most hirtelen, hogy említette. Meg még volt egy harmadik dolog, a drogvigyletek. Említette, hogy a turistáknak is árusítanak drogot. Ez így egy kicsit viccesnek hangzik, de... Hát minden esetre érdekes, hogy még így sem tudnak rájönni a rendőrök, hogy mégis kik vannak e mögött. Érdekes, hogy ilyen nyíltan árulják a drogot még turistáknak is, és még így is elkendőzve tudják tartani az ügyleteiket.
Hát érdekes. Na de nézzük, hogy mi van itt elrejtve a régiségbolt mögött. What's this? Some kind of altar. Never seen anything like this before. Maybe this is the other church. Talán ez a második templom, amiről Dália beszélt. Nem tudom, hogy mi ez az ajtó, de elég kicsi. Mi van még itt? Valamiféle balta? Igen, természetesen fölveszem. Próbáljuk is ki. A hangeffektje egy kicsit bagos. Annyira nem tetszik. A kalapács után ez nem túl hasznos fegyver. A lényeg az, hogy ez a késnek egy valamennyivel erősebb változata. És ezt azért mondom, mert tudunk közben gyalogolni oda-vissza. Szóval igen, a kalapács az olyan szempontból nem jó, hogy már amikor így harcállásba állunk, akkor már nem tudunk oda-vissza mozogni. Teljesen le vagyunk gyökerezve egy helyben. És ehhez képest például az acélcső az olyan, hogy még harcállásban tudunk oda-vissza gyalogolni, viszont suhingatás közben már nem. De én azt mondom, hogy a hátráltató tényező ellenére továbbra is a kalapács a leghasznosabb fegyver. És ezt a baltát csak akkor használjátok, hogyha alapból így a kést akarnátok használni. Néha egyébként talán hasznos, de nem annyira, mint a kalapács. Nézzük ezt az oltárt. Álványokon, gyertyák körben. Van valami kehely. Amögött az az arany álvány, nem tudom, hogy mi lehetett. Talán egy gyertyát lehet belerakni. Mert most éppen semmit nem látok benne. Valamiféle port hagytak a kehelyben. Milyen por lehet ez? Egy oltárnál. Talán hamvak. Vagy az is lehet, hogy ez is drog. Hogyha már előjött az előbb. Úgy értem, bizonyos vallásokban elterjedt a halucinogénszerek használata. Elég a sámánizmusra gondolni. Hát minden esetre most nem igazán tudunk erről többet mondani. Mi az a kép a háttérben? Olyan, mint a... mint hogyha a hóhér lenne a Sodom in the Sign of Evil album borítójáról. Csak... mint hogyha szárnyai lennének, de eléggé pixeles, szóval nem lehet túl jól kivenni. Tényleg ennyiért jöttünk? Semmi más nincs itt. Még egy kis falfirka itt. No God! Az ott egy id alatta? Az nem tudom, hogy mit akarna jelenteni. Érdekes. Eléggé ünnepélyessé tették még így rejtve is ezt a helyet. Még ilyen vörös lepelt is akasztottak a falra. Hát de mást itt nem tudunk csinálni. Mire volt ez jó? What the? Hey.
Harry? Are you okay? Harry? Harry? Harry. Lisa? Then I'm in the hospital? You were having a bad dream. Was I? Hey, you don't look too good. Are you okay? I'm fine. Nothing you need to worry about. Well, if you're sure. Lisa, do you know a woman named Dahlia Gillespie? Oh yeah, that crazy Gillespie lady. She's kind of famous around here. She never sees anybody, so I don't know that much about her. But I heard her kid died in a fire, and supposedly she's been crazy ever since. Well, she says the town is being devoured by the darkness. Do you have any idea what she's talking about? The town devoured by the darkness. Yes, I think I do. Before this place was turned into a resort, the townspeople here were on the quiet side. Everybody followed some kind of queer religion. Weird occult stuff. Black magic, that kind of thing. As young people moved away, the people figured they'd been summoned by the gods. Evidently, things like that used to happen around here all the time. Before the resort, there really wasn't anything else out here. Everyone was so flipped out, you gotta blame it on something. Then a lot of new people came in and everybody clammed up about it. A cult? Last time I heard anything about it was, gosh, years ago. When several people connected with developing the town died in accidents. People said it was a curse. Oh, I'm sorry. I'm rambling. I'll shut up. Was that another dream? Did I pass out again? Liza valószínűleg tudja. Oké, hát akkor megint a kórházba kell mennünk. Kérdezzük meg. Minden esetre Harryt nagyon megviselhette az a fű a kehelyben. Mert itt a terem felépítése alapján látszik, hogy ez a régiség üzlet. Viszont már megint ilyen rozsdás, mindenes változata. És megint találkozunk ezzel a szimbólummal itt a padlón. Megjelennek újra ezek az akasztott hullák a ponyvákban. És ha jól látom, akkor... Oké, az eredeti verzióban itt volt a lyuk a falon. Hát most nem tudjuk megnézni. De tényleg, nagyon bírom az első Silent Hillben, hogy mennyire játszadozik a játékos agyával. Szóval, hogy tényleg fogalmunk sem lehet, hogy itt mi az álom, mi a valóság. A legváratlanabb pillanatokban is hirtelen megváltozhat minden. Egyik helyről a másikra kerülünk, például most így
Remélem egyébként azért, hogy bírjátok ezt a nagy jelenet dömpinget. Most egy ideig lazulhatunk, mert játékmenet következik. De tényleg ez legalább így ilyen 10 percnyi jelenet volt egyben. És még akár össze is foglalhatnám, hogy Liza miket mondott. Hát, kicsit kezdi magát rosszul érezni. Harrynek feltűnt. Eléggé letaglózott Liza, de mondjuk ez érthető is, hogyha ugyanolyan dolgokat él át, mint mi. Illetve pár dolgot elmagyarázott nekünk. Adott egy kis expozíció Dahliáról és a városról is. Dahliáról például, hogy a pletyka szerint megőrült, amióta a gyereke egy tűzesetben meghalt. A városról pedig igazából csak annyit mondott, hogy sokféle szekta volt, illetve hogy akik bizonyos eseteket próbáltak megoldani, hát történtek ilyen eltűnések, halálesetek, szóval minden ilyen jó dolog. Most nézzük, hogy mi történt a várossal. Hát ez nem ilyen volt, amikor utoljára itt voltunk. Szállj le rólam! Teljesen megváltozott most már az egész város. Érdekes hangokat hallok. Ó, a kamera. Na, ez szép lövés volt. Most itt elfuthatnék az összes ellenfél mellett, de én szeretem a harcrendszerét a Silent Hillnek. Szeretem hátba lőni a rompereket. Mert ezek idegesítő ellenfelek, de Sotival továbbra is hamar megoldható a probléma. Wow, de sok a kutya. Szerintem élesztenem is kéne egyet. De még mennyire? Illetve még azért is... Az a baj, több irányból jönnek. Kutyaröptetés az még mindig poén. De azért akarom itt lassúra venni a dolgokat, hogy legalább megmutathassam, hogy az ellenfelek is másképp néznek ki. Szóval itt jött el az a pillanata a játéknak, amikor már tényleg az egész városát kezd alakulni. És ami nagyon tetszik, hogy az ellenfelek változnak a várossal együtt. Szóval nem ilyenek voltak eddig a kutyák. Most megpróbálok egy jó rátekintést nyerni. A lényeg, hogy a fejük változott meg a legradikálisabban. Ezeket a játék már Wormheadeknek hívja. Mert olyan kukacos lett a fejük a kutyáknak. Na nézzük, van-e itt még valami. Szerintem megvan az összes ellenfél. Mondom ezt, és újra jelez a rádió. Oké, rá már csak a sima pisztolyt fogom használni. Hány shot lőszerem van? 36, az igazából még bőven elég. Úrját. Ó! Honnan kerültek ezek elő? Mégpedig milyen sokan. Oké, ezekkel már nem foglalkozok. Az utcának ezen a felén volt az antik üzlet. És igazából csak annyit kell tennetek, hogy erre szaladtok és bejöttök ide.
Nagyon szívesen megküzdenék még azokkal a kutyákkal, de nem vagyok benne biztos, hogy ti szívesen néznétek. Mert így is a végtelenségig húzom ezt a végigjátszást a részletes kommentárommal. Minden lényegtelen dolgot is igazából szeretek megemlíteni. Megcsodálni. Azt hiszem bejöttünk a plázába. Silent Hill Town Center. Vagyunk a városközpontban. Van egy gigasztór. Hát most nem mehetünk be oda. Semmi érdekes. Ez valami nagy vetítő cucc lenne. Rakott tévé. Bocsi, Cheryl, mostantól jobban fogok sietni. Nem fogok már annyit alkímiáról beszélni, megígérem. De érdekes, hogy még milyen szimbólumokat láthatunk itt a képernyőkön. Illetve a lesz a képe is bejön néha. Akit a kórház pincéjében láttunk, legalábbis egy képet róla. És ezek ről a szimbólumokról most még nem akarok többet mondani. Később úgyis visszatérnek majd még. Menjünk fel a mozgó lépcsőn. Ami nem mozog, de továbbra is illik így hívni. Azt hiszem. Van itt fent pár üzlet. Kazanian Jewelry. Ha jól emlékszem, akkor ez az egyetlen üzlet, amit meglátogathatunk. Egy ékszerbolt. Ahol semmi ékszert nem szerezhetünk. Csak lőszert és gyógyszert. És mostanában a Silent Hill 2-t is játszottam, szóval majdnem ehelyett idejöttem, hogy oké, itt van egy mentési hely. A Silent Hill 2-ben meg ilyen vörös lapoknál kell menteni. Na majd egyszer azt is kiviszem a csatornán, de azt talán még nehezebb kommentálni, mint ezt a részt. Oké, szóval ez lett volna a kazanyi ékszerüzlet. Ha jól emlékszek, akkor nem vagyok benne teljesen biztos, de a közén ilyen valószínűleg a kazanyit jelenti. Ugye kazany, mint a kazáni kánság, illetve a tatárföld fővárosa. Mint hogyha valami horrorfilmre lenne utalás ez a hely egyébként, de most nem vagyok benne biztos, hogy mire. Harry becélozza azt, akármi is legyen. Hullán lakmározik valami. Mi az ott? Üdv a következő boss harcnál. Ez itt az, ahová lépek, ott hernyóterem. Egyrészt a Tremorsra emlékeztet, ugye, ahová lépek, ott szörnyterem, mert ilyen homokos a terület valamiért. Ugye ki lehet használni, hogy ha ezen a fémrácson vagyunk, akkor nem tud rögtön ránk ugrani. Másik horrorfilm, amire ez emlékeztet, az nem más, mint a The Thing,
John Carpentertől. Mégpedig azért, mert a zene hasonló. És én szeretem a kalapácsot használni ennél a bossnál. Arra kell figyelni csak, hogy amikor a féreg vagy hernyú előjön a homokból, akkor leköp titeket, szóval az egy távolsági támadás. Illetve, hogyha ilyenkor még előtte vagytok, akkor sebez. Elég ennyire figyelni. Térjetek ki a spóra elől. De ne így! Ez csodálatos volt. Gyönyörűen beleszaladtam, mit ne mondjak. Hát, hogyha már félig a földbe visszabújt, akkor már nem lehet nagyon sebezni. Nem baj, szép lassan kiviszem, nem kell sietni. Nem jött elég messze. Szóval látjátok, hogyha nem pontosan előtte vagytok, akkor nem fog sebezni. Na, meg is van. Nézzétek, hogy fut a gyáva! De legalább utat tört nekünk is. Mondjuk... Érdekes, hogy Harry magától nem tudná betörni ezt az ablakot. Oké, mielőtt még megfeledkeznék róla... Itt lehet szerezni egy vadászpuskát. Egy csodálatos vadászpuskát. Ott van több is a falon, de nekünk egy elég. Hogyha akarjátok, akkor használhatjátok ezt is a bosshoz, de... Szerintem nem muszáj. Szórakoztatók, hogyha csak a kalapácsot használjátok. Na jaj, itt viszont valami már rögtön repül is nekem. Sotit veszem elő. Oké, okay. Egy megvan. Sajnos a feje pont nem látszik, mert arra felé repült. Másik pterodaktilus az viszont talán üldözőbe vesz engem. Annyit már láthattok, hogy ők is megváltoztak. És ezt egyszer már mondtam, de... Szerintem itt újra ki fogom emelni. Hogy milyen részletes ez a játék. Csak egyszer-kétszer szerepel ilyen homok a játékban. De amikor ráesik az eső, akkor más effektje van, mint hogyha a betonra esik. Ezt remélem, hogy látjátok. 2000 előtti játék, csak úgy emlékeztetőül. És ilyenre figyelnek. Tényleg nagyon furcsa. Egyébként egyetlen egy más Silent Hill játékban nem változik át ilyen mértékben az egész város. Szóval tényleg az utcák átváltoznak ilyen fémráccsá.
alatta nincsen semmi kb. Csak feneketlen mélység. Legalábbis nem látjuk ennek az egész struktúrának az alját. Ezek pedig valamilyen... Ó, jaj! Szélerőművek lennének. Oké, én most... nem túl jó helyen vagyok. Ilyen nyílt helyen nem éri meg pterodaktilusokkal küzdeni. Akárhonnan jöhetnek. Na talán majd ez egy jobb hely lesz. Még szerencsére nem kell élesztenem. Oké, viszont nem láthatom a fejüket, hogyha ott küzdök meg velük, szóval. Na majd így. Jó, hogy rég nem mentettem így. Mindig nagyon figyelnem kell az életemre. Az is megvan. De csak vissza. Lassan szállj erre. Micsoda kutya reptetések. Ó, how to spoon. Nagyon romantikus. Összehoztam ezt a két démon kutyát. Te még élsz. Ezt hallom. Szóval az ő fejük is átalakult. A concept arton érdekesebben néznek ki egy kicsit, de szerintem így is. Elképesztő, hogy milyen részletek vannak itt. Steak és... soft. Kérem szépen. Szóval olyan sokszor nem futunk össze egyébként ezekkel a túlvilági ellenfelekkel, szóval nem lett volna muszáj erre figyelniük, hogy külön textúrát készítsenek csak erre a részre. De figyeltek rá. És ezért az egyik kedvenc játékom a Silent Hill valaha. Oké, most merre megyek? Ó, épp időben megálltam. Átrepült felettem az a pterodaktilus. Oké, megnézem a térképet, nincs abban semmi szégyen. Vissza kell fordulnom teljesen. Kiszednek. Élesztés. Továbbra is átfuthatnék mindeden. Csak nem akarok. Kelj föl! Köszönöm. Simons utca. Ó, az ott. Mi volt? Azt hittem egy pillanatra, hogy az egy energiaital. Ouch. Ezt visszakapod.
legalább jól megfigyelhetitek így az animációjukat. Igen, ott egy kisebb hiba, hogy néha bele tudnak repülni a falba. De ezt megbocsátom a játéknak, mert a Silent Hill 4-ben még több ilyen eset fordul elő. Ajjajjaj! Érdekes, hogy két lövés ezeknek általában elég. Ezek erősebbek az alap pterodaktiluszoknál, viszont érdekes módon ezek közt nincs olyan, ami így 6 soti lövést kibírna. Jaj. Van még egy romper a közelben, szerintem. Csak őt hallottam. Kérlek, légy te az utolsó. Nem baj, legalább fogynak itt az energiaitalaim. Olyan rossz érzés, hogyha még van vagy 20 belőle, akkor így semmi izgalom nincs a játékban. Ezért állok le itt megküzdeni mindennel. Oké, itt a város túlvilág részén igazából nem túl sok a látnivaló. A látnivaló az sok, de sok mindent nem találhattok. Viszont újra bejöhettek a rendőrségre. És néhány lőszert felszedhettek. Illetve van itt egy mentési pont is. Igazából ennyi. Ez az egyetlen megálló, a lényeg, hogy fussatok el a kórházig. Semmivel nem kell törődni. Just cats. Vajon itt van elég macskakaja egy egész macskaseregnek? Aki nem tudná, ez egy Silent Hill 4 utalás. Itt most annyi száncsapkodást hallok, hogy szerintem őket már itt is hagyom. Kutyákkal sem törődök. Ott volt már a hátamban rögtön 3. Na, élesztek egyet, miért is ne. Nézzük, mi van Lizával. Harry! Glad you're okay. Thank God you came back. I was scared to be here all alone. I'm here now. I was worried too. I'm real happy to see you. Lisa, can you tell me how to get to the lake? The lake? You take Bachman Road. The road's blocked. Well, that's the only way out there. Are you sure? There's gotta be another way. Wait! I just remembered something! What? There's a waterworks over by my old elementary school. It's been abandoned for years. There's an underground tunnel out there used for inspections or something. I remember hearing it runs all the way to the lake. Really? You think I can get to the lake from there? I've never been down in there myself, so I'm not positive. Besides, it's all fenced off to keep people out. If there's a chance, I've got to try. Harry, don't go! I don't want to be alone. It's so scary, I can't stand it. How about coming with me? This may not be the safest place in the world either. I
can't promise you anything, but I'll do my best to protect you. No. Somehow I feel I'm not supposed to leave this place. Oh, Harry, I'm so scared. I'm cold. Look, just wait here a little longer. I'll be back as soon as I find my daughter. Harry? Wow, hát Harry aztán nem szimpel. Érdekes, hogy mennyit változik Liza. Először még viszonylag nyugodt volt, de most már egyre kényelmetlenebbül érzi magát. És érdekes, hogy annak ellenére, hogy azt akarja, hogy Harry vele maradjon, elmondja nekünk, hogy merre találhatja meg az alternatív útvonalat. Tudhatná pedig, hogyha elmondja nekünk, hogy merre menjünk, akkor arra fogunk menni. De minden esetre segít nekünk. És érdekes, hogy úgy érzi, hogy nem hagyhatja el a kórházat. Jól van, hogy nővér, de Liza, hát itt most nem kell segítened senkin. Csak zombik vannak, meg ki tudja még mi. Igazán lazíthatnál egy kicsit. Múltkor itt még voltak kutyák. De eltűntek. Történhetett itt. A zene nem sok jót mond. Hát itt az előbb még nem volt szakadék. Egyetlen egy irányba mehetünk. Fel a lépcsőn. Hello! Ismerős ez a támadás. Nem tán a hernyó az, aki elmenekült előlünk. Ugyanazt a támadást használja. Legalábbis, amikor távol van. Viszont ő egyszerre három ilyen spúra szerűséget köp ránk. Amiket én most nem kerülgetek valami jól. Oké. Csak kezdek ráérezni valamennyire. És igen, van nálam egy csodálatos vadászpuska, de én ezt csak pisztollyal akarom kivinni. Hogy miért? Mert úgy izgalmasabb. Oké, megvárom, hogy lőjön egyet. Aztán pedig pár lövést bevihetek. Mielőtt újra lőne. Hoppa, közel van. Ugye milyen jól célzok? L-
lassan ideje éleszteni. Hoppá, nem ezt akartam megnyitni. Ez az eredeti Moonlight Butterfly. Nagyon messze van. Egyébként, hogyha közel ér hozzátok, akkor a fullánkjával is tud támadni. Igen, ez egy lepke, de van fullánkja. Meg is mutathatnám akár. Gyere csak közel! Nem? Ne szégyeld magad! Na, így megtámadhat minket még. Hoppá! Sokat sebez. Visszajövök ide. Fönt könnyebb kerülgetni szerintem egy fokkal talán. Érdekes, hogy mennyi szörnyűséggel találkozunk itt a városban. És egymás után most két fő ellenfelünk, az egy viszonylag átlagosnak kinéző hernyó és molylepke. Igaz, hogy eléggé nagyméretűek, de akkor sem olyan absztraktak, mint a többi ellenfél. Vajon miért találkozhatunk ilyenekkel? Minden esetre most, hogy legyőztük, visszakerültünk a ködös világba. Ami azt jelenti, hogy tovább haladhatunk. És lehet, hogy itt már meg fogom vágni a videót. Úgy értem, hogy ez már a következő részbe fog kerülni, mert elég sokáig szenvedek. Nem tudom, hogy mennyien néznétek meg, hogyha mondjuk egy másfél órás videót töltenék fel. Most még itt elfutok a hídig. Ott vagyunk az iskola mellett. Ahogy Liza mondta, ez lehet az a vízerőmű, amiről Liza beszélt. Zárva. Viszont a lakat eléggé viseletes. Hogyha erősen megütöm, akkor talán összetörik. Kezeket fel! Ja, hogy nincs keze. Ez nem kifogás. Hogyha megpróbáljátok kilőni a játék legelején, akkor, ha jól emlékszem, nem működik. Csak most. Viszont ez a pár óra, amit itt töltöttünk a városban, ez nagyon megviselte ám ezt a lakatot. És én azt hiszem, hogy itt hagyom abba a mai részt. A csatorna szerintem megváradhattatja magát. Most, hogy jól mondtam-e, vagy nem ezt a szót, fogalmam sincs.
Nem érdekel. Hosszú volt ez a rész. Remélem, hogy tetszett. Következőig. Sziasztok!